Nagy István arra hívta fel a figyelmet, hogy az Agrártárca elkötelezett a felelős vízgazdálkodás és az öntözéses gazdálkodás kiszélesítése mellett. Ennek érdekében korábban módosult a vízgazdálkodásról szóló törvény is. Az új előírások megkönnyítették a mezőgazdasági öntözési célú kutak nyilvántartásba vételét és a vízjogi engedélyezési eljárást is. A szabályozás célja az, hogy megoldódjon az az évek óta súlyosbodó probléma, amelyet az engedély nélkül kialakított kutak jelentenek a mezőgazdaságnak. Most erre kínálnak újabb megoldásokat, emelte ki a miniszter. De itt még nem állhatunk meg, ezért további újításokat és könnyítéseket kezdeményezünk. Az administratív költségek visszaszorítása érdekében kezdeményezzük a kutak vízmérő órával történő felszerelési kötelezettségének eltörlését. Ezzel az 50 méternél nem mélyebb és védett vízbázissal nem érintett területek vonatkozásában minden költség nélkül egy egyszerű bejelentéssel legalizálhatóak lesznek a kutak. Így továbbra is díjmentesen lehet üzemeltetni a korábban létesített és bejelentési kötelezettségnek elegettevő kutakat. A bejelentési kötelezettséget a mai érvényes rendelet szerint szankciómentesen 2023. december 31-ig lehet megtenni a Nemzeti Földügyi Központnál. Ide tehát a mezőgazdasági öntözőkutakat kell bejelenteni. A belterületi ingatlanokon, illetve a tanyákon, hétvégi házaknál található, tehát nem gazdasági célú, kifejezetten saját felhasználásra és fogyasztásra termesztett zöldségek és gyümölcsök öntözését szolgáló kertikutak engedélyezése már a települési jegyzőkhöz tartozik. Ez esetben az engedélyezéshez szükséges dokumentum letölthető a város honlapjáról. A jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint a kúthoz tervdokumentációt is kell készítetni, ami a belterületi kutak esetén 50 és 200 ezer forint közötti költséggel járna. A kutak engedélyezésében még továbbra is sokan nyitott kérdés. Nagy István agrárminiszter például egy tegnapi rádió műsorban úgy fogalmazott, azt a javaslatot szeretnénk a kormány asztalára tenni, hogy az egészet úgy kell hagyni, ahogy van, ne kelljen semmilyen lakosságvegzáló intézkedés, Sőt, jobb lenne a bejelentéstől is eltekinteni, hiszen semmilyen veszélyt nem hordoz magában az, hogy valakinek az udvarán van egy 12-13 méter mély kútja, ami gyakorlatilag az esővizet gyűjti össze, és azzal a maga kis veteményesét vagy a virágágyását meglocsolja, mondta a miniszter, aki kijelentését azzal indokolta, hogy a kutak engedélyeztetésére ráépült egy olyan ipar, amitől az ember megretten. Példaként említette, hogy akár 400 ezer forintot is elkérnek egy kút kamerás átvizsgálásáért. De egy kútfúrói igazolására is lehet már 75-100 ezer forint.